Ahogy az minden évben hagyományosan ilyenkor lenni szokott, az ismert zenész család Mics Péter és fiai zenéltek szerdán a kórház gyermekosztályának karácsonyi műsorában. Ezt a hagyományt már úgy örököltük, szerintem 20 éve járunk így hármas a családileg, előtte pedig édesapám Vörös Tamással kezdte el. Valószínű, hogy ők azért tartották fontosnak, mert nekik is voltak gyerekei, illetve a család egysége az mindig is fontos volt számukra is, így számukra is. És aztán átvettük a stafétát, és egyértelmű, hogy minden évben itt a helyünk. Jelenleg nagyjából 50 gyerkőc tölti napjait a kórházban, a karácsony közelettével pedig különösen fájdalmas az, amikor a gyermek kórházban ápolt beteg. Éppen ezért az itt dolgozók minden évben gondoskodnak arról, hogy szebbé tegyék az ünnepet. Ezért igyekszünk minden évben a lehetőségekhez mérten hazadni a betegeinket, de akik mégis itt vannak, szeretnénk egy kis örömet csempészni itt a mindennapjaikba, és ehhez segítség Mics Péterék ünnepi műsora, és a karácsony fallá helyezett kis ajándékaink. Futrógok a kicsi kocsi, rajta ül a jegyrabosi A Mics család interaktív karácsonyi műsorának köszönhetően sikerült a gyermekek arcára mosolyt csalni és szebbé varázsolni a várakozás időszakát.